Jó napot kívánok a kedves nézőknek, amikor önök ezt az adást látják, fogalmam sincs, hogy éppen milyen idő van önöknél. Itt most a Balaton felvidéken ősz elején csodálatosan süt a nap, rövid nadrágban sétálgatunk, ráadásul éppen egy hajdani vulkán van a hátam mögött. Tulajdonképpen most azt is mondhatnám, hogy egy kráter belsejéből beszélek, de persze ez már régen nem az. A következő 3/4 órában a Balaton felvidék kincseiből mutatok meg önöknek néhányat, és azért mondom, hogy néhányat, mert annál jóval több van, mint amennyi belefér ebbe a műsorba. Tartsanak velünk! Könnyű a dolga annak a riporternek, aki a Balaton felvidék szépségeit akarja bemutatni, hiszen ezen a tájon szinte valóban csak az van. És azt is gondolom, hogy szerencsés az az ember, aki errefelé lakik. Akik viszont kevésbé szerencsések, azoknak a következőket ajánlom mára, hogy legalább a szemük gyönyörködhessen. A tenger, amelyben alig van víz, annál több viszont a kő. A Szentbék-kálai kőtengerre méltán mondják, hogy egyedi, mert tényleg az. Honnan tetszettek jönni? Jó napot kívánok, Szegedről jöttünk. És mit szólnak ehhez a kőtengerhez? Csodálatos, terveztük ezt az utat, és megdöbbentően szép, sokkal szebb, mint amit láttunk képeken. Úgy néz ki, mintha egy skanzenben járnánk, pedig ez bizony egy élő falu. Salföldnek csak 2-3 utcája van, de azok csodásak. Ráadásul innen alig egy kőhajításnyira az erdő ölelésében áll az a kolostorrom, amely több mint érdekes. Ez a 12.-13. században épült, az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesen, de a pálosok építették. Mondják, hogy a bivaj egy barátságos állat mindaddig, amíg nem kap olyan utasítást, amelyet nincs kedve végrehajtani. Így van ez. Itt nálunk a bivajok ugye elsősorban bemutatást szolgálják, gémmegőrzést, de vannak olyan állományok, ahol fejik a bivajokat, tehát erre vannak kitenyésztve tejre. Ugye a mozzarellának az alapanyaga a bivajtej. A Balaton felvidék egyik legismertebb szőlőfajtája a kéknyelű, amelyikből a legjobb badacsonyi borok készülnek. Megkóstoltuk, tényleg különleges. Még azért nincs itt a kéknyelűnek a szüreti időpontja, ugye alapvetően ez egy későn érő típus, tehát ez mi is ilyen október vége felé szoktuk szüretelni, nyilván függ az évjárattól, de hogy én nem tervezek október közepénél mondjuk így sokkal korábbi időpontot a szüretre. A hely, ahol bemehetünk egy hajdani tűzhányó belsejébe. A kőbányászat okozta ezt a tájsebet, amelyet a Balaton felvidéki nemzeti park ma már turisztikai célra használ. És milyen jól teszi? 8 évvel ezelőtt itt egy tűzhányó tört ki, mégpedig az egyik legidősebb, a Tihanyi vulkánok után, nem sokkal később, geológiában a 20 ezer éve szinte semmi, 20 ezer évvel később már a hegyestű vulkánja is működésbe lépett. Balaton felvidéki túránkat kezdjük Salföldön, amely alig pár kilométerre fekszik Badacsonytól és Ábrahámhegytől. Azt nem mondom, hogy gyalog is elérhető ezekről a településekről, de kocsival tényleg csak néhány perc, és nagyon megéri ide eljönni. És ha már itt vagyunk, tegyük le a kocsit és sétáljuk be a mini települést. Nem lesz nagy túra, mivel Salföld lakossága alig 80 fő, így azután házból sincs túl sok. Amik viszont vannak, na, azokat valóban érdemes megnézni. Miután ezeket körbefotóztuk, ballagjunk el a falu szélén lévő salföldi majorságba. Már a kapuban lovakba és lovasaikba botlottunk, bent pedig Barca Gábor majorgazda várt bennünket, aki először a hely történetéről beszélt. 60-as években minden községben, még ebben a icike-picike községben is megalakult egy TS, ez a TS és annak a majorja volt ez eredetileg. Ez a TS később beolvadt egy környékbeli Giga TS-be, egy ipari mezőgazdasági TS-be, és tőlük vásároltuk meg az utolsó időben itt növendékmarha,
tartó telep volt, illetve kicsit korábban pedig, miután ipari mezőgazdasági TSZ-ként funkcionált, itt egy, és bányájuk is volt, itt egy kőfaragó üzem működött, annak a maradványát láthatjuk itt, épületmaradványát láthatjuk itt többek között. És végül 92-ben vásárolta meg az akkori természetvédelmi igazgatóság. A gondolat az volt, hogy egy expo rendezvényként szerepelnénk, vennénk részt. Nagyon közel van a Balaton 3 kilométer, és ilyen típusú létesítmény, amit elképzeltek, itt a környéken, az egész északi parton nincsen. Az alap elképzelés az volt, hogy itt régi magyar háziállatfajtákat tartanánk és mutatnánk be. Egy aktív, működő kismesterségek házát építettünk volna fel, kovács műhelyjel, gyapjúfonógép sorra, kosárfonóval, meg ami még sikerült volna összeszedni, és felépült volna egy csárda, ami a majorban levő termékeket, többek között termékeket árusította volna. Most ezt természetesen, mint az expo elmaradt, ez nem sikerült maradéktalanul megvalósítani, maradt a régi magyar háziállatfajták való bemutatása. Az viszont éppen olyan lett, amilyennek annak idején elképzelték. Nem állatkerti körülményeket akartak ugyanis teremteni. A cél az volt, hogy megmutassák, hogy Hajdan a majorsági gazdálkodás idején hogyan tartották az emberek a haszonállatokat. Manapság ez már azért is izgalmas, mert nem csak a városi, hanem a vidéki emberek is egyre ritkábban láthatnak ilyet. Megérkeztünk a pászfogkutyák keneléhez. Ez egy Ében nevű mudi. Hát most zárva van, de éjszaka ő, meg hát nyilván a többiek is ki vannak engedve, és ők a major őrzői. A pászfogkutyák közül a kis termetőek a terelőkutyák, a nagy termetőek az őrzővédőkutyák. Hát ő egy kifejezetten kis termetű pumi kutya, mammának hívják. A társa, férjúra az e-mailnek hívják, ő most kint van a cikkanyájjal, kint legeltetik őket a falu feletti Csöngehegyen. Ma már kiengedem egy pillanatra. Gyere, mamácska! Gyere, mamma, gyere, gyere! Gyere ide! Gyere, gyere, gyere! Jaj, de aranyos vagy, de szép vagy, gyere, gyere. Jó, fuss egy kört. Az a nagy fehér kutya, kuvasz, ő pedig egy őrzővédő. Mamma, gyere vissza! Mamma, gyere! De mamma ezúttal úgy döntött, hogy él a felkínált szabadsággal, és tényleg fut egyet. Azért egy olyan jó 10 perc múlva visszajött. Hát, mint látszik, az összes baromfi típust megtaláljuk itt, a tyúkok, kacsák, pulyka, liba, kopasznyakutyúk. Kacsáknak egy kis itatóhely. Ez a mangalicák ólja. Mind a három színváltozatot megtaláljuk itt. Van egy szőke, a vörös, és az a fekete, a fecskehasú. Ezek télen, februárban feldolgozásra kerülnek. És isteni finom szalonna is zsonka készül belőlük. Hát csacsik, azt hiszem, hogy nem is kell ehhez mit hozzáfűzni, gyönyörűek. És ők mind fiúk. Egy része herélve van, egy-kettő csődör van. Hátul a szürke marhák mögött vannak a női varóak. Így is most már szamártúl tengésben vagyunk, tehát le vannak szedve róluk a fiúk, hogy szamár most is van. Majorban is sétál egy körbe-körbe a csikójában, és Zsuzsinak hívják, a csikót pedig Májvának. Hát a gyerekek egyik fő kedvence a Májva csimogatása. Őket is meg lehet csimogatni minden további nélkül, de hát ők nem jöhetnek ki. De
nem csak házi állatok vannak a Majorban. Az egyik hajdani gazdasági épületet például kiállítóteremnek rendezték be. A falakon meg annyi lepkefotó. A képeket a Nemzeti Park munkatársai készítették, nem titkoltan két okból. Egyrészt azért, hogy gyönyörködtessenek bennünket, másrészt pedig azért, hogy felhívják arra a figyelmet, hogy mind több állatfaj pusztul ki a Földön. Márpedig, ha egy-egy lepkefaj eltűnik, azt mi ugyan nem veszük észre, de sok faj eltűnése már a mi életünket és jólétünket is veszélyeztetheti. És még egy fontos információ, amit aligha gondoltak a lepkékről. Azok már a hatalmas testű szauroszoknak is kortársai voltak, vagyis tényleg egy ősi fajról van szó. Mielőtt elköszöntünk volna a Salföldi Majorságtól, még bementünk annak fűszeres kertjébe. Bár ott jártunk kor, a növények java már elvirágzott, így is pazar volt a látvány, az illatokról nem is beszélve. És nekem, mint főzni alig tudó férfinak, azonnal eszembe jutott, hogy jó, ha 6-7 féle fűszernövényt ismerek, pedig rengeteg van. A Majorságtól ugyan elköszöntünk, de maradtunk még a gyönyörű Salföldön. A fűszerkert mellől indulnak ugyanis azok a lovaskocsik, amelyek az innen alig pár kilométerre lévő kolostor romokig viszik az érdeklődőket. Mi most az idő rövidsége miatt kocsival mentünk, de így is megérte. Elképesztő látvány ugyanis az erdő közepén az a sok fal, amelyet eleink hagytak ránk. A bátrabbak akár gyalog is eljöhetnek ide, nem egészen egy óra séta oda, meg nyilván ugyanennyi vissza. Ráadásul a java erdei utakon, amelyeket járni már önmagukban is élmény. Salföld határában vagyunk, egy völgyben, egy kolostoromban. Ez a 12.-13. században épült, az egyetlen magyarországi alapítású szerzeresen, de a pálosok építették. Egy komoly nagy épület lehetett valamikor. Most már csak a romjait találjuk. A török háborúk végén, 1500-as évek végén elpusztult, illetve felégették, és valószínűleg akkor hagyták el a szerzetesek. Később a köveit, bármilyen profán mód is, juhakol építésére széthorták. Úgyhogy 1960-as évben kezdődött meg a felújítása, a feltárása, és most a 2000-es évek környékén az erdészet tulajdonolja, és az erdészet csinált itt egy nagyon komoly állatmegóvást, tehát azokat, az ő munkáit látjuk most itt. Ráadásul bármennyire is csak falaknak tűnnek ezek, igazából a hely ma is templom. Évente egyszer miséznek itt, szóval a múlt tovább él a jelenben is. Ki tudja, mit szólnának mindehhez a hajdani építők. Úgy hiszem, hogy örülnének neki, hogy valóban maradandót alkottak közel 1000 évvel ezelőtt. Salföldtől alig pár kilométerre található Szentbékkála és a Kőtenger. Olcsó poén lenne azt mondani, hogy ez egy olyan tenger, ahol egy csepp víz sincs. Ráadásul nem is lenne igaz, mert bizony itt-ott találtunk mini tavacskákat a Kőtengerben. Erről majd később, ezt megelőzően pár mondat arról, hogy honnan is kapta a nevét ez a hatalmas természeti képződmény. Ez a nagyon beszédes népi elnevezés onnan ered, hogy a korábbi évszázadok során az itt élő emberek láttak foltokban a Káli-medence peremén olyan területeket, ahol tényleg kisebb-nagyobb kőtömbök voltak a felszínen, anélkül, hogy talaj takarta volna őket. Tehát ezeket hívjuk kőtengereknek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ahol most vagyunk, ez a Szentbékkálai kőtenger, ez csupán az egyik, valójában több. Mindenképpen ez a leglátványosabb, de például Kővágörsön vagy Salföld mellett is találunk kőtengert. És még sokkal több volt korábban, csak hogy a bányászat végzett a kőtengerek javával. Érthető ennek az oka, hiszen a kőkitermelés nyilván ott a legegyszerűbb, ahol nem kell róla elhordani a földet, ahol kilátszik a kő a talajból.
Amúgy nem csak a nagyüzemi kitermelés ment ezeknél a természeti képződményeknél, hanem a mondjuk így házi is. Egyrészt kitűnő építőanyagról van szó, hiszen egy nagyon ellenálló, kemény, éppen ezért egyébként nagyon nehezen is megmunkálható kőzetről beszélünk. Ez attól függően, hogy milyen finom szemcséket látunk a kőzetben, vagy homokkörről, vagy kavicskörről, idegen szóval konglomerátumról beszélünk, és mivel a természet nem szereti a táblázatokat, ezért vannak természetesen homokos konglomerátumok is, vagy kavicsos homokkövek is, tehát ezeknek az átmeneti formája, de amiben finom szemcséjű anyagot látunk, azt homokkőnek hívjuk, és amikor lekerekített, lekoptatott kavicsok ezreit látjuk egy kőfületben, azt úgy hívjuk, hogy kavicskő vagy konglomerátum. Barnabás ezután elvitt bennünket a kőtenger egy másik pontjára, ahol egy túlságosan is szabályos formájú sziklát láttam. Furcsáltam a dolgot, de hamar kiderült, hogy mi az oka. Valóban ez egy emberkéz alkotta forma. Az említett különlegesen magas keménysége miatt ez a kőzetanyag alkalmas volt malomkövek gyártására is, és hát itt vagyunk olyan szerencsések, hogy nem az összes készre faragott malomkövet vitték el, hanem egyet itt félbehagytak, de ez így bemutatónak nagyon jó, és egyben nagyon szépen reprezentálja azt, amit egyébként az UNESCO geoparkok is nagyon gyakran szoktak kommunikálni, hogy ember és táj együtt létezik nyilván minden egyes helyen. Ez egy nagyon szép fenntartható skálájú használata volt ennek a nyersanyagnak, amit itt a környékbeliek megtaláltak, és alkalmasnak találtak erre a célra. Hogy azután annak idején miért hagyták abba a malomkő faragását, és miért hagyták itt ezt a nagyjából 500 kilós darabot, az már sosem derül ki. De talán nem is olyan nagy baj ez. A nagy baj az lett volna, ha ezt a kőtengert is teljesen eltüntették volna a bányászok. Én azt gondolom, hogy a megmaradásának, a megmaradásával kapcsolatos legfontosabb lépés az volt, amikor védetté nyilvánították ezt a területet. Egy országos jelentőségű tájvédelmi körzet volt annak idején, a Nemzeti Park, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park létrehozását megelőzően is, ez már évtizeden keresztül az állami természetvédelem oltalmát élvezte, és nyilván egy védett területen már az intenzív bányászati tevékenységet nem engedélyezték. Bár kövekről beszélünk és kőtengerben vagyunk, de azért nyilván látjuk ezt a tájat, ez egy szép zöld balatonfelvidéki táj, és ezzel együtt szép természetesen a kövek, az élettelen értékek, hogy egy élő természeti környezet veszi őket körbe, de azért, hogy megmaradjon ez a kőtenger jellege ennek a különleges területnek, az is szükséges, hogy kaszálással, a cseréknek a visszaszorításával megőrizzük ezt a képét ennek a területnek. Tehát néha nekünk a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak be kell avatkozni azért, hogy megmaradjon ez a hangulata. No persze, megkérdezhetnék, hogy mi a jó abban, ha valaki a kövek között mászkál. Nos, itt egy kicsit mindenki sziklamászónak érezheti magát, és nem kell hozzá kötél, nem kell hozzá kalapács meg szeg, csak egy kényelmes túrabakancs. Bevallom őszintén, hogy én is nagyon élveztem. Sok más mellett az a fantasztikus itt a kőtengerben, hogy mindenki keresi a figurákat a kövekben. Pont az előbb hallottam minden alólam, ahol egy ösvény fut, hogy olyan, mint egy őshüllő szája. Hát igen, akár az is lehet. Mögöttem egyébként egy réges-régi fa, fogalmam nincs, hogy mi ez, de nagyon jó volt ide fölballagni ezeken a fantasztikus köveken keresztül. Egyébként ennek a rengeteg kőnek a története még a hajdani Pannon tengerhez nyúlik vissza, az időpont pedig olyan 10-12 millió évvel ezelőtt. Akkor lett ugyanis az az üledék, amely később kővé vált. Mégpedig úgy, hogy úgy 4 millió évvel ezelőtt a tó kiszáradt, és itt maradt az akkor még akár kézzel is morzsolható üledék. Hogy ebből a laza altalajból hogyan lettek a kőkemény sziklák, azt már szakértőnk mondja el. Helyenként ezt az eredetileg puha, homokos összletet, ezt átjárták kovasavas, szilícium-dioxidban gazdag oldatok, amelyek összecementálták. És ma fantasztikus ellentéteként az eredetileg, mondom még egyszer, ugye bele tudunk egy, mintha egy homokozóba nyúlnánk, úgy kell elképzelni, ez egy nagyon puha rétegsor volt, de ahol ezek a kovasavas oldatok átjárták ezt a homokos, kavicsos rétegsort, ott az összecementálta, és egy környezeténél nagyságrendekkel ellenállóbb, nagyon kemény kőzetet hozott létre.
Azután ezek a megkeményedett kövek ott maradtak, ahol most is vannak. Azok a részek viszont, amelyeket nem jártak át ezek a bizonyos keményítő kovasavak, szépen eltűntek innen, elvitte őket a szél. Így keletkezett a mai kőtenger. A helyben lakók ezt a hosszúkásan elnyúló hátat úgy hívják, hogy Kelemen hát. Ez a kőtengernek egy nagyon sajátos fizimiskájú megjelenésű része. Jól lehet látni, hogy itt éppen, hogy a fű is megél itt a sziklafelületek között, és a fásszerű vegetáció valóban csak két oldalt talál magának, mert megfelelő mélységű talajt. És mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes azt tudni, hogy nem pusztán a Balatonfelvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén járunk most, hanem egy nemzetközileg elismert Bakony-Balaton UNESCO globális geoparknak is egy kiemelt földtudományi értéke, látványossága ez a Szentbék-Kállai kőtenger. Sok más egyéb mellett természetesen, de ilyen ennyire, tehát ez a megjelenésű földtani érték, ez európai szinten is igazán ritkaságnak számít, legközelebb a Párizs medencében van, ez csak hasonló is. Érdemes például észrevennünk ezt a kis mélyedést is, amiben néhány nap esőzést követően összegyűlik a víz, ennek gyönyörű szép neve van, úgy hívják, hogy madáritató, és valóban voltam már néha olyan szerencsés, hogy nyári nagy melegben, amikor ugye már olyan nagyon sok itatóhely nincs a környéken, a madarak ebben valóban fürdenek és isznak is belőle. Madarat most nem láttunk, de kutyát igen. Jól láthatóan imádta az itatót, meg egyáltalán ezt az egész kőtenger hangulatot. Nekem a legjobban amúgy az alsó sétány tetszett, amely szinte egész nap árnyékban van, és ahol alulról lehet megnézni ezeket a több embernyi magas sziklákat. Itt találkoztam egy fiatal édesanyával és gyerekével. Kezit csókolom, és szia a fiatal embernek! Honnan tetszettek jönni? Jó napot kívánok! Szegedről jöttünk. És mit szólnak ehhez a kőtengerhez? Csodálatos, terveztük ezt az utat, és megdöbbentően szép, sokkal szebb, mint amit láttunk képeken. Uh-huh. És nem nagyon, hát hogy mondjam, nyaktörő vagy bokatörő? Nem, edzésben vagyunk, mi minden évben túrázunk, ebben az évben a Káli medence volt soron. Hát azért megfáradtunk egy kicsit, de nagyon jó, jó érzés fent lenni. És innen hova tovább? Innén megyünk most Kővágóőrse, és akkor onnan lesz még egy túránk Monoszló felé. A Hegyestűhöz. Igen. Ott voltak már egyébként Hegyestűnél? Nem, ez az első utunk oda. Szóval ne feledjék, kőtenger Szentbék-Kálán. Ha erre járnak, mindenképpen jöjjenek fel ide. Barnabással később még találkozunk, hiszen ő vitt el bennünket a Hegyestű nevű csodás helyre is, ám ezt megelőzően még egy kis badacsony. A nemrégiben vetített és badacsonyról szóló adásban elnézést kértem önöktől azért, hogy a hely legismertebb boráról, a kéknyelűről nem beszélünk. Sőt, azt is elmondtam, hogy azért nem tesszük, mert szerintem ennek a nedűnek a Balatonfelvidék kincseiről szóló műsorban a helye. Mert hogy vannak olyan fogalompárosítások, amelyek megkerülhetetlenek. Ilyen mondjuk a tokai és az aszú, az eger és a bikavér, no meg a badacsony és a kéknyelű. Rácsodálkozik, hogy eddig én teljesen más. A kéknyelűvel való ismerkedésben két fiatal badacsonyi borász segített nekem, Laposa Zsófia és Istvándi Gergely. Mielőtt leültünk volna a borról beszélgetni, Zsófi megmutatta, hogy milyen is egy kéknyelű szőlőtőke. Itt a birtokon kimondottam bemutató jelleggel van, 1-2-3 tő kéknyelű, és én találtam olyat, ahol a fürt már egész érett szemeket produkál, és most én lekapok egyet, és meg is kóstolom. Tök édes. Ez akár csemeges szőlőnek is jó lenne, de hogy miért nem az, azt majd mindjárt elmondja nekünk Zsófi. De igen, én majdnem sokkot kaptam, amikor ezt mondtam. Még azért nincs itt a kéknyelűnek a szüreti időpontja, ugye alapvetően ez egy későn érő típus, tehát ez mi is ilyen október vége felé szoktuk szüretelni, nyilván függ az évjárattól, de hogy én nem tervezek október közepén, mondjuk így sokkal korábbi időpontot a szüretre. Mesélnék egy kicsit a fajtáról, hogyha az jó, hogy miért is
kéknyelű, meg miért kapta a nevét. Ugye ez egy fehér szőlőfajta, és ez is egy kicsit ilyen félreértő, hogy akkor ki, miért kék, mert ugye a vörösborokhoz a szőlőket, azokat kék szőlőnek hívjuk. Tehát gondolhatnák azt, hogy ugye ez egy vörösboros fajta. És pont azért lett kéknyelű, mert magyar ez egy nagyon beszélő nyelv, én ugye ezt nagyon szeretem benne, hogy abszolút leírja, amit így lát, hiszen fehér szőlőfajtaként is van ilyen antocianikus kis elszíneződés és tartalma, és ahogy itt látható, vagy látszik, hogy a szárak azok kicsit ilyen lilásak, kékesek. És ezt a szintónust igazából mondja el itt is, ugye ez a szár is, ez is teljesen színesebb, ezt az antocián tartalmat és ezt a színanyagot fejezte ki így a nyelv, hogy akkor kék nyelű, mert a levélnek kék a nyele. Zsófi azt mondja, hogy a kék nyelű tulajdonképpen egy hercegnő típus, foglalkozni kell vele. Vagyis csak annak a gazdának lehet jó kék nyelűje, aki ért is a szőlőhöz, és türelme is van hozzá, no meg megfelelő hegyoldala. Mert hogy kék nyelű herceg kisasszony akárhol nem terem ám meg. Istvándi Gergely azt teszi hozzá, hogy a kéknyelű abban a bizonyos szocializmusban majdhogy nem eltűnt. Egyszerűen nem akartak vele foglalkozni. Badacsonyban alapvetően nagyon régóta ugye felelhető ez a fajta, és egy abszolút kultikus fajtává vált. Elég viszonytagságos volt az elmúlt évszázadban mondjuk így ugye a helyzete, hiszen a borvidék, illetve a fajta sajátosságainak köszönhetően nagyon háttérbe szorult, ugyanis nyilvánvalóan a szocializmus alatt alapvetően a tömegtermelés érvényesült, ez pedig egy nagyon érzékeny és keveset termő fajta. Ezért is háttérbe került, illetve a másik ok pedig, hogy ugye itt nagyon sok a meredek hegyi terület, és ezeket a területeket is sokkal drágább és nehezebb művelni, és ezek a területek is alapvetően el voltak hanyagolva ugye ebben az időszakban. Azt kell tudnod, hogy a 90-es évek idején egy hektár körüli terület volt, vagy két, ha jól tudom, két terület volt Madacsonyban, ahol még megmaradt. Kéknyelűnek hívták, de sajnos nem kéknyelűből készült. Sok esetben a legsavasabb bor volt a kéknyelű, akkor inkább bortípusok voltak, mint hogy valós szőlőfajtából készült borok. Úgyhogy ebből kellett úgymond ezen változtatni. Igazából a kéknyelű fajtával mi is most 90-es évek után kezdtünk el szőlőoltványt termeszteni, a kutatóval közösen szaporítóanyagot, szőlőoltványt állítottunk elő, és első között kezdtük mi is telepíteni ezt a fajtát. Igazából talán 99-ben volt az első kéknyelűből készült borunk, és azóta így folyamatos úgymond kísérletezés van a fajtával. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagy, mert a fajtának nagyon komoly előélete van, történelmileg múltja, elismerése, de igazából nem tudjuk, hogy mihez viszonyítsunk, és azt gondolom, hogy a mi generációnak ez lesz az elsődleges célja, hogy ezt a fajtát igazán megismerjük, és utána egy jövőképet tudjunk, hogy valóban, hogy ki tudjuk, meg tudjuk mutatni, hogy ez a fajta mitől különleges, mitől egyedi. Az mindenképpen jó hír, hogy a korábbi tömegtermelés kezd eltűnni. Már nem arra mennek, hogy minél több bor teremjen, mindegy, hogy milyen minőségű. Ez pedig azt jelentheti, hogy a kéknyelű újra Badacsony zászlós bora lehet. Most talán nagyjából egy ilyen 50 hektár van a borvidéken, ami azért még mindig nagyon kevés. Nyilvánvalóan kis borvidékről van szó, tehát azért ezt is hozzá kell tenni, de az, hogy tényleg még egy komolyabb szakmai munkát bele tudjunk tenni, az azért hosszú távon növelni kell a szőlő területek méretét, de szerintem nagyon jó úton vagyunk, csak még kell egy lendület hozzá. Meg persze kell a marketing is. Ma már ugyanis nagyon nem igaz, hogy jó bornak nem kell a cégér. A helyi gazdák ezért nem csak termelnek, hanem az eladást is megpróbálják minden eszközzel megsegíteni, néha apróságoknak tűnő dolgokkal is. Például kék üvegből akarják adni a kéknyelűt. Kell-e például egységes kéknyelűnek lenni minden termelőnél? Kell-e erre törekedni? Vagy mindenkinek maradjon meg a saját kéknyelője? Igen, ez egy komoly, valóban az minden borásznak alapvetően szeretne valami egyedit létrehozni. De ez az egyediség, ez a nagyon apró nyuanszokon tud múlni, és én azt gondolom, hogy stílusban kell egységet, minőségben, hogy érezhető legyen, hogy ez a kéknyelű, ez meghatározható jegyekkel rendelkezik. És
Én azt gondolom, hogy ebbe kéne egy jövő célt kitűznünk, mert sok esetben összekeverjük azzal, hogy ezzel uniformizáljuk, nem erőm azt, nem lehet megismételni, én se tudom a boromat, következőben ugyanazt, de azért úgy egyfajta karakter, jegyek fölismerhetők legyenek, és ez fontos lenne. Kéknyelű tehát volt, azután majdnem eltűnt, de az új borász generációnak köszönhetően és a fogyasztók örömére lesz. Badacsonyból pedig irány Kápolna puszta, itt legel ugyanis a Balaton felvidéki nemzeti park gulyája. Ennyi bivajt sehol másutt nem lehet látni Magyarországon, pedig hajdan majdnem eltűntek innen ezek a nemes állatok. A történet a 80-as évek végéig nyúlik vissza, akkor a nagykanizsai állami gazdaságnak volt itt a bivaj telepe. 28 tehenet és 2 bikát tartottak, csak hogy valamiért úgy döntöttek, hogy nem kell nekik ez az egész, és le akarták vágni az állatokat. Szerencsére a Balaton felvidéki nemzeti park elődje közbelépett és megvette a gulyát, amely azóta szépen növekszik. Ma már 200 biva él Kápolna pusztán. Kovács Zoltán természetvédelmi őrtől először azt kérdeztük, hogy milyen múltra tekint vissza az emberek és a bivajok kapcsolata. Tudósok azt mondják, ők sincsenek egyforma állásponton, vagy egységes állásponton, hogy már az avarkorban itt volt a bivaj nálunk, azt mondják, hogy honfoglalók hozták be. A harmadik verzió pedig az, hogy a török időben került ide hozzánk, az a lényeg, hogy több száz éve Magyarországon van, és most hál' Istennek újra felszaporodott az állománya. Régen igavonásra is használták, szinte minden háznál, minden faluban meg volt található a bivaj, egy-két tehénnel, vagy igavonásra használták, fejték a bivaj, tehát a teje az nagyon, nagyon sűrű, nagyon erős, nagyon magas a zsírszázaléka is. Nem ad annyi tejet, mint egy tejelő tehén, viszont annyivel erősebb a teje, nagyon szép borjakat tud nevelni. Ugye felnevelték a borjat, azt megtartották, vagy eladták továbbtartásra. Azt mondják a szakértők, hogy a bivaj békés állat, viszont meglehetősen akaratos. Olyannyira, hogy bizonyos helyzetekben a legjobb gazdák sem tudják meggyőzni őket arról, hogy mit is csináljanak. Zoltán mesélt is egy ilyen történetet. Megtörtént az is a nyári időszakban, amikor mondjuk szénát szállítottak vele, hogy a bivaj úgy gondolta, hogy melege van, és látott pont egy pocsolyát vagy egy dagonyát, akkor szekerestül belement, és amíg ő ott aztán nem hűtötte le magát, addig ki se jött. Ennek az az oka, hogy a bivaj nem tudja hűteni magát a bőrén keresztül. Tehát olyan vastag a bőre, hogy csak hogyha mondjuk egy dagonyába megy bele, és akkor leüti magát, azt ha utána lehűl, akkor kijön belőle. De ezt ő szabja meg, tehát nem a kocsis szabta meg, hogy mikor jönnek ki, ameddig neki tetszett, addig bemaradtak a kocsolyába. Megmozgatni meg szinte lehetetlen ezeket az állatokat. A kifejlett tehenek ugyanis általában olyan 500-550 kilósak. A bikák pedig még ennél is nehezebbek, olyan 100 kilóval. Gondolják el, egy bivaj bika kb. Annyit nyom a mérlegen, mint 7 életerős férfi. A borjak születésükkor 20-25 kilósak, de egy éves korukra már ennek közel a 10-szeresét nyomják. A Kápolna pusztai bivajoknak amúgy nagyon jó soruk van. Tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy órarend szerint töltik a mindennapjaikat. Ahol vagyunk, az a nagy legelő, itt a bivajok tavasztól őszig itt vannak. Hát ezt úgy kell érteni, hogy 7 órakor oda mennek a karámhoz, szinte tudják, hogy akkor már 7 óra van, a gondozó kiengedi őket, kijönnek a legelőre, itt este 6-ig itt vannak, 6 órakor oda csoportosulnak újra a villanypásztorra, és akkor beengedi őket a gondozó. Tehát napi kapcsolatban vannak az emberrel, a látogatók is látják őket. A dagonyázás az általában akkor történik, hogyha olyan 25 fok fölé fölmegy a hőmérséklet, 20-22-25 fok van, és akkor ők bemennek dagonyázni. Alatta nem, ugye hűvösebb a víz, és akkor nincs rá szükségük, de akkor van, hogy órákat is eltöltenek a dagonyába. A napi rendjük ez a nyári időszámításban, úgy mondom, télen pedig karámba vannak, ott szénát és szalmát kapnak, és ha nagyon fúj a szél, vagy eső van, vagy hidegebb, akkor bemennek az istállóba. Miután ezt is megtudtuk, lovaskocsira szálltunk, hogy közelebb jussunk az állatokhoz. A bivajokat jól láthatóan nem igazán érdekelték sem a lovak, sem a kocsi, sem az azon ülő emberek. Így azután házigazdánk tovább mesélhetett nekünk. A bivaj
10 és 10 és fél hónapig vemhes, és általában egy bor üt elég. Tehát az ikerellés az nagyon-nagyon ritka a bivajnál. És úgy mondjuk, hogy 3 évente dob 2 borjút, tehát 3 évente 2-szer ellik a bivaj, az már nagyon jó. Még az öreg tehenek is ellenek, tehát van olyan 15-18 éves tehenünk itt, ami 2 évente, de valamelyik, tehát 3 évente 2 borjút ellik, és ezeket a szaporulatokat ugye fölneveli, 150-200 kilós koráig maradnak itt a gulyába, és akkor le kell választani, mert amikor jön a kis borjú, az új borjú, akkor a idősebb az elszopná előle a tejet. És hogy mennyit esznek ezek a hatalmas állatok? Rengeteget. Egy felnőtt bivajnak 1 hektár legelő jár. Erről naponta 30-40 kiló füvet harabdál le. Így azután, ha például van egy asszályos június-július, kevés is a kápolna pusztai legelő, szénát kell adniuk pluszban az állatoknak. Ha ezek a jószágok mondjuk ki lennének engedve tavasztól őszig egy olyan területre, ahol az embert nem is látnának, akkor elvadulnának, akkor újra vissza kéne őket szoktatni. De mivel ezek minden nap látnak embert, minden nap látnak látogatókat, és a gondozó minden nap ott van velük, így hát itt látszik, hogy köztük tudunk menni. A lovaskocsit megszokták, a gondozót ismerik, tehát a hangját, a hangjáróval megismerik a gondozót is, és hozzászoknak. A bivaj rezervátum legfőbb látnivalói természetesen a névadó állatok. De azért van itt más is, tudjuk meg Zoltántól. Ugye most itt ülünk a fogadóépület mellett, ahol ide érkeznek a látogatók, itt tudnak jegyet váltani, van egy interaktív kiállítás, büfé is van, és innét indulnak a tanösvényre. Tehát van egy olyan 1,2 kilométeres tanösvény. A látogatókról annyit, hogy 30-32-35 ezer, sőt volt, amikor 40 ezer látogató volt évente. Tehát ugye ez egész évben nyitva van, minden nap. A nyári nyitvatartása az 9-től 19 óráig, és ahogy mondjuk megyünk ki a nyárból, tehát sötétedik, akkor 6-ig, 5-ig, és utána télen pedig 4 óráig van nyitva a bivaj rezervátum. Utána már sötét van, tehát nem is látnák meg a bivajokat, nem lenne látnivaló. Amint említettem, van egy tanösvényünk, van állatsimogató, vannak lovak, szamarak, kecskék, pónik, úgyhogy azt is a gyerekeknek ez nagyon jó. Egy kis kikapcsoló, vagy nagyon jó szórakozás, ugye. Még egy fontos dolog így a végére. A szemtelen emberekre szokták mondani, hogy vastag bőr van az arcukon. Nos, nincs olyan szemtelen ember, aki olyan vastag bőrt tudna növeszteni, mint egy átlagos bivaj. Ezeken az állatokon ugyanis 4-5 centis a bőr. Jól értették, 4-5 centis. Így talán érthető, hogy a legerősebb szíjak vagy táskák miért éppen bivajból készíthetőek. Rengeteg szépséget láttunk már ebben az adásban a Balaton felvidékről, de még mindig nem értünk a végére. Most jön ugyanis az, ami engem a legjobban megfogott. A kísérőnk újra Korbély Barnabás, akivel már a Kőtengert is bejártuk. Most egyetlen mondattal megfogalmazta, hogy hol is vagyunk. Itt állunk a Hegyestű geológiai bemutató helyen, ami nem más, mint a Balaton felvidék egyik legidősebb vulkánjának a maradványa. Tulajdonképpen egy sétát tudunk tenni egy egykori vulkán kráterében. Bizony, ahol most vagyunk, az egy hajdani, fortyogó katlan kellős közepe. Annak idején itt a hőmérséklet jóval meghaladhatta az 1000 fokot. Még belegondolni is szörnyű, hogy mi lehetett itt akkoriban. Most viszont jóval barátságosabb a kép. Napsütés, turisták, csodás panoráma, no meg a szikla oldal. Amikor valaki ide bejön, akkor az első, amit biztos meglát, ezek a csíkok. Hogy ez pontosan micsoda, azt mondd el nekünk, mert ennél tovább, hogy csíkén nem jutottam el. Ennek a szabatos tudományos megnevezése is magyarul van, ez oszlopos elválású bazalt. A bazalt ugye egy vulkáni kőzet, mint arról már szó volt, 8 millió évvel ezelőtt itt egy tűzhányó tört ki, mégpedig az egyik legidősebb, a tihanyi vulkánok után, nem sokkal később, geológiában a 20 ezer év a szinte semmi, 20 ezer évvel később már a Hegyestű vulkánja is működésbe lépett,
és valóban a működés során felszínre került forró kőzetolvadék, a magma, amikor a felszínre kerül, akkor már lávának hívjuk, és ezen a helyen valószínűleg egy fortyogó lávatavat kell elképzelnünk, és amikor szépen abba maradt a működés, és szépen lassan megindult ennek a forró lávának a kihűlése. A hűlési folyamat, maga a hűlés, az térfogatvesztéssel jár, és ezért alakul ki ez a statisztikailag átlagosan hatszöges elválású kőzet, egy repedésrendszer alakul ki a folyamatosan hűlő kőzetanyagban, és aztán ezt a látványt, mármint hogy mi ezt láthatjuk, maga ez a folyamat az természetes, de az, hogy mi ilyen gyönyörű formában láthatjuk, az ellentmondásos módon egy emberi tevékenységnek, mégpedig a kőbányászatnak köszönhető. Ezen a helyen egészen a 60-as évek elejéig egy kőbánya működött. A II. Világháború után ugyanis rengeteg helyen építkeztek a Balaton körül, és a munkákhoz kellett a jó minőségű, kemény bazalt. Egy nagyon népszerű építőanyagról van szó, számos Balaton felvidéki kerítésben, házfalban, pincék boltozatában látjuk, és ne feledkezzünk meg arról, ami tulajdonképpen térfogatát tekintve a legnagyobb felhasználást is igényt jelentette, ez pedig annak idején a múlt század elején a vasutak, illetve a közutak fejlesztése, építése. Nagyon sok esetben még az Alföldön is a vasutak töltésében ezt a kőzetanyagot, a bazaltot találjuk. De úgy tudom, hogy mostanra ez már olyan drága lett, hogy a bazalt inkább már csak dísz, nem építőanyag. Hát legalábbis egy nagyon költséges építőanyag, de valóban a Balaton felvidék ikonikus tanúhegyein természetesen ma már nem lehetséges ennek a kőzetnek a bányászata. Ugyancsak a 60-as évek elejéig még a Badacsony oldalát is nagy intenzitással bányázták, de amióta az állami természetvédelem védetté nyilvánította ezt a területet, először tájvédelmi kőzet, azután pedig 1997-től Balatonfelvidéki Nemzeti Park nem csupán védett, hanem fokozottan védett területén vagyunk, így természetesen a bányászatot már nem lehet művelni, így ma már leginkább Uzsabányán, a Kesztei hegység északkeleti részén van egy olyan terület, ahol azért még mindig, de valóban egy eléggé költséges építőanyagról beszélünk. Mivel nagy volt a kereslet a kőre, itt a hegyes tűnél rengeteget robbantottak, és ezek után vált láthatóvá a csíkos sziklafal. Mit nem mondjak, pazar egy látvány, ráadásul a hasadékok egy csomó dologra alkalmasak. Itt a hegyes tű mellett egy csomó érdekes dolgot lehet csinálni, például lehet pihenni. Nézzék csak a fiatalembert a hátam mögött. Nos, ő megtalált egy szikla hasadékot, ami persze nem szikla hasadék, hiszen a hegyoldalról beszélünk, de onnan el sem akar jönni. Az édesapjától azt hallottam, hogy körülbelül egy 20 perc oda beült, azóta tök jól érzi magát. Itt egyszer nézőknek? Na hát, ilyen a hangulat itt hegyestű. A monoszlói hegyestű több emeletes látnivalót nyújt az ide látogatónak. Ugye a földszinten már jártunk, innen tökéletesen látható a hajdani tűzhányó torzója, vagyis maradványa. Ha vesszük a fáradtságot és feljebb megyünk, akkor pedig csak táthatjuk a szánkat, mert van mire. Én nem mondom, hogy nem fárasztó kissé felkutyagolni a látogatóközpont tetejére, de szerintem mindenféleképpen megéri a fáradtságot. Némi elfogultsággal azt gondolom, hogy a Balaton felvidéknek is az egyik legszebb panorámája látható innen. Előttünk van az egész Kályi medence, a háttérben pedig a Tapolcai medencének az ikonikus bazalt vulkáni tanúhegyeit látjuk, és természetesen a Balaton vize is megcsillan innen. Tényleg egy felejthetetlen élmény, önmagában már csupán eltekinteni innen nyugati irányba. És ráadásul nem is kell olyan sok lépcsőt megtenni. Nem számoltam meg a lépcsők számát, de azt gondolom, hogy igen nagyon fáradtan és igen rossz kondícióval is nagyon könnyedén fel lehet ideig jönni. Mindenképpen érdemes ezt a pár tucat lépcsőt megtenni. Most itt a hegyestűn köszönök el a mai adás végén. Én tudom, hogy nem könnyű dolog bejárni a teljes Balaton felvidéket, mert részint hatalmas, részint pedig nagyon sok a látnivaló. Olyannyira, hogy egy csomóról még nem is beszéltünk. Hogy más nem mondjak, Szigligetről, amely a maga nemében olyan csodás, hogy külön adást érdemelne. Most viszont csak az összegzésbe kerül bele, mint a Balaton felvidéki építészet csodás megjelenítése. Amit viszont láttunk ma, a hagyományőrzést a gazdálkodásban, Salföldön. A hagyományokhoz visszanyúló és a kéknyelű szőlőfajtát felélesztő borászokat. A természet alkotta csodákat a kőtengerben,
és persze a természet által alkotott, az ember által pedig félig lerombolt hegyes tűt, amely éppen a rombolás miatt lett gyönyörű. Fura, de ilyen is van. Egy riportár sosem mondjon olyat, hogy neki melyik a kedvenc tájegysége egy adott országon belül, mert hogy megy még máshova is, és nehogy ott számon kérjék, úgyhogy nagyon finoman fogok fogalmazni. Egészen biztos, hogy az egyik kedvenc tájegységem ebben az országban a Balaton felvidék, mert hogy olyan relatíve kis helyen annyi kincs van, hogy annál többet vágyni sem lehetne. Bízom benne, hogy az elmúlt 3/4 órában valamilyen szinten ezt bizonyítottuk önöknek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.